Hamisíthatatlan csíkdalok csendültek fel elsőként a Flash központban november 5-én, ahol a zenekar a Dal a miénk című lemezének őszi turnéját kezdte meg. 2020-ban ugyanis nem mindennapi feladatba kezdett a csík zenekar, első alkalommal adott ki olyan lemezt, ami csak feldolgozásokat tartalmaz, ráadásul az ország egyik legnépszerűbb zenekarának, az 50 éves LGT slágereiből. Általában feldolgozásokat én csinálom a zenekarban. Tehát nekem ez egy ilyen kvázi jutalomjáték, mert a kedvenc dalaimat raktam össze, és azokat, amikben éreztem az átjárhatóságot a népzene és a könnyűzene között, amiben belehallottam olyan dolgokat, amik eredetileg nem voltak benne, azokat raktuk össze, és hát erre lettek nagyon-nagyon érdekes klippek összerakva, úgyhogy ami önmagában is nagyon jó. A turné koncertjei nem csak a csík zenekar tagjai, hanem Presser Gábor és Karácsony János is színpadra léptek, akiket vastagsal fogadott a mosonmagyaróvári közönség. A csík zenekar és Presser Gábor 2009 óta dolgozik együtt, azóta több Presser és LGT dal is bekerült a zenekar repertoárjába. A Dal a miénk című albumon az LGT dalok most erős népzenei motívumokat kaptak, amik tökéletesen működnek együtt, egyedülálló látványtechnikával. Olyan sajátos igényes muzsikát hoztak, amiben gyakorlatilag büszkeség, hogyha bele kapcsolódhatunk. Tény, hogy teltek, múltak az évek, és azért már más világot élünk, de azzal, hogy a népzenét bele tudjuk kötözni ebbe a zenékbe, én azt hiszem, hogy ez egy igazán jó út, mert a magyar népzenének azt hiszem az ereje és a szépsége az kortalan olyan szempontból, hogy hiszem, hogy 20-30 év múlva is épp úgy fogják szeretni, mint 20-30 évvel ezelőtt, de azt is nagyon szépen kell muzsikálni, és úgy hiszem, hogy ennek minden szempontból lét jogosultsága van. A csík zenekar, a Dal a miénk című turnéja folytatódik egészen december 27-éig, többi között Szentesen, Győr-Szent Ivánon, Veszprémben, Székesfehérváron, de Szombathelyen és Pécsett is fellép majd a zenekar, Presser Gáborral és Karácsony Jánossal kiegészülve.